Ezt úgy hívják, hogy fejes domolykó, ez a hivatalos neve. De hát ezt én most el fogom engedni. Egyrészt, mert kicsi, másrészt, mert sajnálom, mert olyan szépen jött, és olyan vitézül harcolt az életéért. Nekünk nem adatott meg az, hogy egy kiérlelt stílusba szülessünk bele, és esetleg csak jobban csináljuk azt, amit mások csinálnak, és ott van az egész paletta előttünk. Nekünk a saját stílusunkat is ki kellett alakítani, lehetőleg egyéni módon, lehetőleg úgy, hogy ne minden áron az újatmondás jellemezze, mert akkor egy ilyen konjunkturális zene lesz belőle, és előbb-utóbb elnyeli a ismeretlenség. Nekem néhány ilyen pillanatom volt azért, amikor azt mondtam, na ez jó volt. Nem olyan sok, meg kell mondanom. Csak néhány van, amiről úgy érzem, hogy képvisel is, hogy jó is, hogy esetleg túlél, és hogy aki lejátsza, vagy elénekli, vagy előadja, az nem teszi félre egy hét múlva, hanem benne marad a memóriájában. Egy néhány van. És persze ezeknek még sokkal jobban örvendek, mint esetleg látványosabb sikereknek. Marosvásárhely többször ünnepelte nagyszülöttjét, a városhoz hű zeneszerzőt, muzikológust és tanárt, aki az Állami Filharmónia művészeti titkára, majd a rendszerváltás után igazgatója volt, és közel 50 éve a város zenei életének meghatározó egyénisége. Csíki Boldizsár emblematikus jelenség, közéleti szereplő, tanár, műveit ország és világszerte bemutatták. Tagja a Román és a Magyar Zeneszerző Szövetségnek, számtalanszor díjazott, mégis szerény zenetudós. Zenekari darabjait és kórusműveit nagy karmester egyéniségek vezényelték. Díjai közül csupán a Román Akadémia George Enescu díját és a Magyar Kulturális Kormányzat Erkel Ferenc díját említem. Kiegyensúlyozott személyiségének több titka lehet, egyik bizonyosan a család. Fia zongora művész és zeneakadémiai tanár Kolozsváron, lánya Gordonkán játszik a Marosvásárhelyi Filharmóniában. Tehetette valamit a múltban az olyan ember, aki osztályidegen családba született. Hogyan lehet jól vezetni egy kulturális intézményt, milyen volt és milyen ma a megfelelő vezető? Kinek érdeke és kinek nem egy művelt társadalom? Hogyan tudtak élni és hogyan élnek ma az emberek a szabadsággal? Hasonlóságban a társadalmunk és a bolha cirkusz között? Mi az alkotás és az erkölcs viszonya? Villon, Mozart, Szilágyi Domokos? Zenén innen, zenén túl. Csíki Boldizsárral Henny János beszélget. Szereti az Abbát. Biztos arra célos, hogy állok én ezzel a könnyűzenei stílussal, ugye? Igen. A nagyon jó könnyűzeneit azt nagyon szeretem. Van nagyon gyenge, ahogy szokták mondani, komoly zene is. És van nagyon jó könnyűzene. Hát ha kezembe nyomtak egyszer egy Oscar Peterson kottát, igazán minden igénynek megfelel. Akár hová teszem azt a mércét, le a kalappal. Tehát itt a minőségről van szó, és nem az, hogy van egy gitáros, és tud 4 vagy 5 akkordot, és egy életen keresztül nagyszerűen él belőle. Vagy van egy fehér frak, és egy fehér zongora, és
egy nagy menedzsment a környékén, és akkor minden nagyszerű, és közben ami szól, az nem jó. Tehát a kérdésem az, hogy a minőségi könnyű zenét nagyon szeret. Ezt én nagyon nagy örömmel hallom. Nekem a 16 éves tinédzser lányom, amikor azt mondja, hogy az abbát szereti, akkor hasonló élmények töltenek el, hogy azért ez egy jó dolog, ha a fiatal generáció a minőségi könnyű zenére is hallgat. Ön igazi marosvásárhelyi, gondolta valaha arra, hogy elmenjen? Voltak ilyen, nem mondom, hogy kísértéseim, inkább invitációk voltak. A helyzet az, hogy az nem egy szlogen csak, hogy valahol otthon kell lenni. Ez tényleg így van. Aztán lehet, hogy ez egy kicsi idegen ma már ez a fogalom. Nagyapámnak a tablója is ott lóg a bójaiba, az apámé és az enyém is. És ez így valahogy. De egyébként a családi helyzet is ezt valahol visszaigazolja. A fiamat is sokszor hívták el. Lehet, hogy ugye ő zongorista karriert csinált, a lányom itt a zenekarban játszik, Gordonkán. A feleségem képzőművész, és mind itt vannak. Lehet, hogy úgy sikerült őket nevelni. De egy központi kérdés. Az elmenni, vagy nem elmenni? Nem. Az, hogy hogy neveli azt a fiatalt. Igen. Ha elmegy egy orvos, egy tanár, egy színész, egy pap, tudja ezt a szférát, amiről beszélek, az más hangsúlyt kap, mint hogyha elmegy egy kőműves vagy kovács. Tehát ez itt nem a mesterségnek tehát nem szintkülönbség van itten, mert egy nagyszerű kőműves az felír egy rossz íróval. Ugye, tehát nem erről van szó, hanem ezek felelősséggel tartoznak azoknak, akik őt nem vezetőnek látják, hanem tulajdonképpen modellnek látják. És ez a felelősség, ez meg kell legyen ezekben az emberekben. De van kivétel. Ha valakit azért ment el, mert lehetetlenné tették itt az életét, üldözték, kihelyezték, nem tudom milyen perifériára, még csak nem is Erdélybe. És egyáltalán a megélhetése és az emberi méltósága került egy kérdőjeles lett az, hogy meg tudja őrizni a saját emberi minőségét, azt meg lehet érteni. De akinek nagyon jól megy itt, orvos, ügyvéd, így tovább, azt nehezen lehet megérteni. A másik eset, amikor úgy érzi, lehet politikai okokból, vagy kulturális indítatásból, hogyha elmegy, akkor kintről jobban tud segíteni. És kintről ugye a messziről nézett dolgot élesebben és jobban meg tudjuk ítélni, és onnan valóban tesz, sok mindent tehet, akkor ez egy másik igazolt hiányzás. És szakmailag ezt hogy látja? Tehát, hogy ezt értem, hogy közéleti emberként elmenni, valószínűleg nagyobb érvágás az itt maradóknak, de szakmailag ez hogy néz ki? Mondjuk lehetett volna nagyobb zeneszerző, ha elmegy külföldre? Mert ugye a zene az egy egyetemes nyelv, és ilyen értelemben nyitott kapukat döngethetne. Igen, régi probléma ez. Gondoljon arra, hogy az erdélyi művelődésnek a hajnalán milyen sokan mentek el. Jó néhány olyan város volt nyugaton, Németország, Göttingen például, vagy ezek, ahol elmentek, kiművelték magukat, mindent megtanultak, visszajöttek. És teljes fegyverzetbe jöttek vissza, tehát én visszatérésre is volt okuk, és az elmenésre is volt okuk, mint a kettőre. A művészetben persze a beszédhez kötöttben, mint az öné például, ott más a hangsúly, viszont egy zene, egy hangszeres zene, de még az énekel zene is, aminek a nagy része ugye
más nyelven, nem anyanyelven, vagy nem helyi nyelven történik meg. Az, hogy elmegy és mesterkurzusokon angolul, vagy németül, vagy francia, vagy bárhol tanul, és sok évet tölt el ezzel, ez mind nagyon jó. Ha nagy karriert csinál, akkor nehéz visszajönni. Neked mindig annak idején, mikor feleltem a meghívott vendégekért a Filharmoniánál, mindig nagy kérdés volt ez, hogy hát ha elment, akkor miért nem hagyja a terepet az itt levőknek, hogy hát hogyha azok ugye több pódiumot kapnak ezzel. Mindegyik visszavágyik, és itt szeretne tovább. Persze a honvágy az egy kínzó dolog, de itt nem csak erről van szó. Régi mondás az, hogy idegenben kapott pofon, az sokkal jobban fáj. Nehéz kérdés, és talán a legjobb, hogyha nem általánosítunk semmit, hanem mindenkinek megmérjük a saját felelősséget. Ön jól döntött akkor, hogy itt maradt, úgy gondolja? Igen. Nem tudtam volna asszimilálni azt, ami ott esetleg bár milyen millióben várt volna. A helyi vonzalom, és a... És nem tagadom, Marosvásárhely erre is. Persze a Metamorphosis Transylvania az nagyon egy kemény dolog. Sok évvel ezelőtt megírták. És a város is nagyon sokat változik. Hol előnyére, hol nem előnyére. És ez oké, ez rendben van. Az biztos, hogy nagyon fontos, hogy milyen családba születik bele az ember. Tehát ugye ez ugye eldönti a jövőjét, és valószínűleg azt is, hogy mennyire ragaszkodik a szülőföldjéhez, mennyire megy el, mennyire próbál meg külföldön élni. Ön elég sok interjút megnéztem önnel, sok interjút elolvastam, és elég keveset beszél az édesapjáról. Vagyis csak azt annyit említ meg, hogy elég fiatalon elhunyt. Ha ezt megkérdezhetem, hogy mi történt az édesapjával, és milyen környezetben ment ő el igazából, milyen volt az a világ, amikor ez megtörtént? Hát ő teológiát végzett Kolozsváron. Vizaknára nevezték ki, amelyik már akkor egy, hogy is mondjam, egy feszült millió volt, bármelyik helyzetet nézzük, a délerdélyi királyi Romániában, vagy pedig a 40-es, tehát 40 és 44 közötti. Elcsatolt rész, illetve visszaadott. Tehát mind a két eset nem hagyta ezt feszültség nélkül. Van ottan egy nagyszerű műemléktemplom. Aztán bekerült Marosvásárhelyre, elég szoros versenybe, ahogy én ezt olvastam annak idején, és a vártemplomnak lett a lelkésze. Ez persze jött az az időszak, amikor installálta önmagát a kommunista hatalom. Az egyház az célkeresztbe került, az egyház képviselői annál inkább. Ő egy emberközeli lelkész volt. Az erőssége a összetartozás érzésének a növelése, karbantartása, ápolása. És ez még inkább arra irányította a figyelmét azoknak, akiknek ez volt a kenyere, hogy figyeljék. És úgy hát az a bizonyos fekete autó a Tanú című filmben, az egy közhely már, de azt akkor nem volt közhely, és azt néztük, hogy most hol fog megállni. És ez felőrölte az idegrendszerét. A lelkészek között se volt olyan szolidaritás, amit feltételezett volna az ember egyházi emberektől. Az, hogy olyan szeretet vette körül a hívők részéről,
ez kiélezte ezt a helyzetet, azért mert erről nem volt hajlandó lemondani, hogy tartsa a kapcsolatot az emberekkel. Márpedig már három ember is gyanús volt. És valószínűleg, hogy ez kiprovokálta nála azt az egészségi folyamatot, ami aztán 45 éves korában elvitt. 53-ban halt meg. Ha tudná azt, hogy milyen volt 53-ban az a hangulat, amikor az emberek eltűntek az utcáról, senki nem tudta, hogy miért, hogy. Aztán vagy hazajött, vagy nem jött haza. Nagyon-nagyon, hogy is mondjam, nem arról beszélek, hogy az általános félelem, hanem állandóan mást kellett mondani, mint amit az ember látott, és ami a valóság volt. És ez, hogyha valakit ez kihozott a sodrából, az nagyon megszenvedte. Voltak emberek, akik úgy vették, hogy hát ez van, kész, nincs mit ezen filozófán. Túl sok az így elhunyt ember, én nekem azt sejtem, legalábbis amire visszatekintek, különösképpen egyházi emberek, de akár művészek is. Mit gondol, hogy ez az új korosztály, vagy a mostani generáció, vagy egyáltalán a felszabadult világban nevelkedő generáció lélekben, spirituálisan mennyiben rehabilitálja, és egyáltalán mennyiben ismeri ezeket a történeteket, és mennyire építi be a saját életébe? Mennyire fontos ez? Ez egy olyan kérdés, amit rendkívül terjengősen lehetne válaszolni, és eszenciális kérdés egyébként. Nagyon gyötrő dolog azt látni, hogy nem csak az emberiség, hanem a körülötted levő szűkebb kör sem tanul a múltból. Nem tanulják meg azt, hogy ugye mekkora vita volt a halálbüntetésén. Amíg valaki nem tud egy embert feltámasztani a halálból, addig nincs joga halálbüntetésre kiszabni. De azért simán elküldik a háborúba az embereket, ami tulajdonképpen egy olyan ítélet, amiért aztán senki nem felel. Mert egy rossz ítéletért, egy ártatlanul kivégzett emberért azért csak van felelősség. De abban nincs. Tehát nem tanultak semmit. Nem tudják azt, hogy minden jobb, mint a háború. Mert nincsenek erről konkrét tapasztalatai. Sőt, azt a, tegyük mondjuk színpadi, azokat a műveket, vagy irodalmat, el se olvassák, ami ezt úgy ábrázolná, hogy nyomot hagyna bennük. És ami még egy kicsit még rosszabb, hogy ezt is elmondjam, hogy ezeket az ismereteket, hogyha vannak ilyenek, akkor ezeket passzív módszerrel kapják. Tehát a filmekről, arról a telefonról, amit folyton nyomogatnak. A passzív információ az nem olyan, mint hogyha elolvasná, és megpróbálna asszimilálni, és benne leüllepszik valami, amit alkalmattán feltámad benne bizonyos helyzetekben, amikor szükséges, és elő tudja venni a fantáziájából. Az egy más dolog. Azért mondom, hogy passzív, mert nem vesz részt benne, csak nézi. És amennyi leüllepszik benne, az nagyon kevés százaléka annak az üzenetnek, ami ott tényleg rejtőzik. Ez, hogy is mondjam, valahogy olyan érzést kell bennem, hogy fegyvertelen vagyok ezzel kapcsolatban. Ez az óriási kínálat, ami állandóan elönti az ifjúságot, és elég agresszív kínálat. Ezen kívül az életnek az annyira semmibe vétele, hogy ezekben a filmekben, amik állandóan egy fegyver előkerül, és lekaszálják az embereket, és ott kész, semmi probléma. Így nevelődik egy ifjúság, és akkor csodálkozunk, hogyha ezt reprodukálják valamilyen formában, mert ilyen is van, de ott legalább akkor tetten lehet érteni, hogy mi történt.
Viszont egy kollektív tudatból kikapcsolni az élet tiszteletét, az egy óriási nagy felelősség. És valóban úgy érzem, hogy fegyvertelenek vagyunk, mert én próbáltam annak idején, mikor itt 90-ben volt az a nagy verekedés, meg minden, hogy művészeti eszközökkel, a zene eszközeivel próbáljam ezt enyhíteni, és valamennyire sikerült, de elmossa ez a mai helyzet azt, hogy az ember hatékonyan tudjon hatni az ifjúságra. Azért hoztam az elébe a nevelés kérdését szóba, de hát a tanároknak sem jut ki az, hogy milyen módon tudják ezt megközelíteni. Mert ahogy kilép a tanteremből, rögtön ráömlik az a rengeteg minden, amit csak azért, hogy ezt nézd meg, azt vedd meg, ezt mit csinálsz, és ő magának a, hogy is mondjam, a fantáziáját, a lelki, a szellemi arzenáliát nem gazdagítja. Sőt, elszegényíti, mert csak el kell venni, és kész. Én úgy érzem, hogy a kollektív emlékezet elhomályosítása ellen valószínűleg úgy tehetünk a legtöbbet, legalábbis én igyekszem, hogy személyesen próbálok helyt állni, akár a gyerekeimnek, akár a munkahelyemen, akár abban a közösségben, ahol élek, és a saját tapasztalatomat így továbbadni. Önnek rendkívül nagy a tapasztalata ilyen szempontból. Tehát, hogy nem egy járható út, ez az egyéni út, ez az egyéni kezdeményezés ebben a kontextusban. Az egyéni út nagyon fontos, és jól mondja ezt, hogy a felelősség az ugye a szülőknek, a nevelőknek egy elháríthatatlan felelősség. Csak nem ez van a levegőben. A szétoldás és a tulajdonképpen kommunista rendszerről volt szó, elvette a morált, a vallást, szóval kikapcsolt egy csomó minden, de nem adott semmit helyébe. Sőt, az élenjárók, akik példát kellett volna mutassanak, pont az ellenkezőjét mutatták, mint amiről beszéltek. Most is ez van. Az egész politikai közbeszéd, az egész nem érinti ezt valahol, mint hogyha ez nem létezne ez a probléma, és ez úgy megy a rossz irány felé. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a katakombák világának az érzékenyítése lenne a fontos, ilyen értelemben, ha most egy ilyen keresztény analógiát próbálok hozni. Ebben a globalizálódó közegben, amiben élünk, nem? Tehát, hogy valahogy valóban a kis közösségek tarthatják meg ezeket az értékeket, vagy építhetik tovább, vagy tarthatják napirenden. Hát az a fajta globalizálás, ahogy most erről szó van, az valóban, hogy is mondjam, nekem nem kenyerem. Az átjárás a kultúrák között egymásnak a megismerése, az például kifogna egy csomó konfliktust. De azt keresné az a vezető a legmagasabb posztokon, hogy rávezesse a rábízott országot, vagy népet, vagy ahogy akarja, vagy a kisebb-nagyobb kollektívát, hogy felismerje a szomszédjával azokat, és megértesse vele akár olyan problémát, ami a múltban egy nagyon nagy feszültség. Valahol közelebb hozza, és megpróbálja művészeti eszközökkel, tudományosan, közművelődési, vagy bármilyen eszközzel, akkor rengeteg konfliktus maradt volna el. És ez, hogy is mondjam, ez nem kínál ezeknek a vezetőknek egy komoly megélhetési lehetőséget. Nincs meg a műveltségi hátterük, hogy ezt felismerjék. Aztán ez a szisztéma, a 4 évre választott vezetők, stb. Gyorsan kihasználják a lehetőséget, esetleg megtömik a zsebüket, esetleg fennebb lépnek, és kész, aztán nincsen tovább, de ez nem csak helyi dolog. Ez azt hiszem világjelenség.
Ön sokáig volt vezetője egy kulturális intézménynek. Szerintem kardinális kérdés, hogy ma mi történik a kulturális intézmények élén, egyáltalán a művészi vezetés területén. Hogyan implementálná, mit gondol, milyen egy igazán jó vezető ma ebben a társadalmi kontextusban, amiről az előbb is beszélgettünk, egyáltalán ebben a kulturális életben, de nem csak, hanem közéleti értelemben, a közéleti higiénia szempontjából, milyennek kell lenni egy jó vezetőnek? Itt nagy különbségek vannak, mondjuk egy zenei intézmény vezetése, és egy fegyvergyárnak a vezetése, vagy mit tudom én között. Itt inkább a kulturális intézményekre gondolok, és azokra a jellemvonásokra, ami egy vezetőt igazából karakterizál. Melyek ezek, amelyek nagyon jó hatással lehetnek erre a nagyon változó, a fiatalok számára nagyon kiszolgáltatott társadalomban? Nem akarok antik példákat hozni, hogy ők hogy képzeltek el egy vezetőt. Filozófusnak képzeltek el. Az élet mély ismeretét ruházták volna fel, vagy ahol ruházták volna föl. A határozatait az inspirálta volna, hogy szorosan kötődik a múlthoz, a jelenhez, minden olyan problémához, amit már át lehet látni. A művészeti intézmények vezetője, hát nagyon nehéz meggyőzni egy zenészt vagy egy színészt arról, hogy az, amit csinál, az nem jó. Hogy lehet ezt megcsinálni? Úgy, hogy olyan helyzetbe kell hozni, ahol a legjobbat tudja adni magából, olyan helyzetbe kell hozni, ahol kiderül, hogy azt, amit rábíztak, nem tudja megcsinálni, fel kell ébreszteni benne a saját magával való szembenállást, lehetőségét, és nagyon kevés olyan lesz, ami valóban nem lesz képes arra, hogy valamit megcsináljon. Csak olyan feladatokat kell adni neki, amit megtud, és ahhoz pedig oda le kell szállni, és mindegyiket meg kell ismerni, és mindenkinek a problémáját át kell látni, és az egy egész embert kíván, nem foglalkozhat, most már nem sorolom, hogy még mikkel, el kell mélyedjen, hát én nem mondom azt, hogy mindegy, egy lelki vezető, vagy nem tudom mi, de hát a művészek világában muszáj felismerni a kollektíva tagjainak a legjobb és a leggyengébb képességeit. És akkor valószínű, hogy eredményeket fog tudni. Ez a szereposztás például az ön mesterségében. Az egy nagyon nagy dolog, nem megy sem protekcióval, sem szimpátiával, sem sehogy, de csak akkor lehet vállalni a felelősséget, ha tényleg ismeri az illetőt. És a próbatétel az egy hosszú folyamat. Az nem olyan, hogy na, azt nem tudtad, csak akkor mehetsz. Az egy hosszú folyamat, mert rengeteg... Én, mint tanár látom azt, hogy reménytelennek tartott diákjaimból mégiscsak lesz valami, mert felfedezem azt, hogy hol van az a terület, amire ő támaszkodni tud, és amire építeni tud. És akkor valóban lesz valami. Nem lesz belőle, nem tudom, milyen zseni, vagy hírneves előadó művész, vagy ilyesmi, hanem ott, ahová való, ott megállja a helyét. Ez nagyon nem mindegy. Tehát ez a fajta empátiai vezetőből nem hiányozhat. És ha tovább akarja ezt feszegetni, akkor még nagyon sok minden van. Hát igen, mert hogy alapvetően azt érzem, hogyha abból indulunk ki, hogy valóban egy filozófus alkatnak kell lennie a mai vezetőknek, akkor azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen a társadalmi folyamatoknak, vagy egyáltalán egy közösség fejlődésének a deficitje mélyén alapvetően a vezető hiányok vannak, tehát a vezető karakterek hiánya van? Amikor egy vezető politikai okokból kerül oda, az már
nem biztos, hogy jó, lehet, hogy eltalálják, nem biztos, hogy jó. Menedzsment, tehát anyagi vagy mesterséges hírnév keltéssel kerül, az sem jó. Na, szakember kell legyen, hát hogy legyek egy kicsit konkrétebb. Amikor Harag György, biztos egy fogalom is, nem csak egy név. Többször sétáltam itt vele az utcán, és már nagyon beteg volt, az orvosát jól ismertem, és tudtam, hogy milyen sors vár rá. És egyszer elég komor ábrázattal sétált itt a Köteles Sámmal utcába, és mondtam neki, hogy kérdeztem, hogy mi az, hogy hát itt vagyok, nincs munkám, én csak akkor élek, ha valamit csinálok, muszáj, itt az orvosok nem engedik, hogy nem valamit. Hát mondom, tudod mit? Nekünk van egy nagyon jó kórusunk, akik remekül énekelnek, és gyere, csinálj velük egy operett estet, nem egy egész operát, és Harag azt mondta, hogy jó, nagyon meg voltam lepődve, és féltem is egy kicsit, mert szóval voltak nagyon karcsú, szép kórustagok nőkben, voltak elég terjedelmesek, voltak, hogy is mondjam, ilyen nagyon stresszes férfiak, akiknek szép hangjuk volt, de hogyha ki kellett állni, akkor lepedőbe vitték el őket. És akkor láttam, hogy milyen egy vezető, aki tudja azt, hogy mikor kell ordítni, mikor kell dicsérni, mikor kell oda menni és karonfogni és végigvezetni a színen, mikor kell hangot változtatni, színt, erőt, stb. És lett egy kiváló operett előadás, nem egy egész, hanem részletek. Hát ezek mégiscsak nem nagyon tudtak színpadon mozogni, és beszélni is nehezen, de énekelni tudtak. Tehát részletekből állt össze, és azt hiszem, hogy a kérdésére ez egy jó válasz, hogy ha így viszonyul egy vezető egy olyan produkcióhoz, ami ráadásul nem is az ő kenyere, de elmélyül a feladat megoldásával, akkor abból lesz, egy jó produkció lesz. Igen, hát itt tulajdonképpen azokat a fogalmakat járjuk körül, ami a felelősséget illeti, a szakmaiságot, az erkölcsösséget. Azért sokat beszélnek ma arról, hogy kik azok, akik igazából alakítják a társadalmat. És ugye beszéltünk arról is, hogy ez a társadalom eléggé nehéz állapotban van ma, különösképpen a rendkívül sok hatásoknak, meg egyebeknek. Mit gondol, hogyan látja azt, hogy a művésztársadalom, egyáltalán a művészeti közélet, az milyen módon befolyásolja ezt a társadalmat, amiben élünk? Egyáltalán van-e még az a típusú befolyása, amit ugye a klasszikus értelemben szoktuk értelmezni, hogy igen, tehát a művészet tulajdonképpen felvirágoztatja a társadalmat, gyümölcsözteti, tehát hogy mennyire tudunk mi még hatni erre a társadalomra abban az értelemben, hogy ez jobb legyen, élhetőbb legyen, harmonikusabb legyen, vagy ez egy idealizmus mindössze? Kinek az érdeke egy művelt társadalom? A politikusoknak biztos nem. A politikusok műveltek? De kérdem azt, hogy érdekük az, hogy úgy általában az emberek átlássanak rajta, és látják azt, hogy vagy egy hordószónok, vagy pedig egy ilyen ügyeskedő, nem tudom, kicsoda, stb. Kell ez valaki? Egyértelmű, hogy én is azt látom, hogy nem érdekük. A politikai garnitúrának soha nem volt érdeke, hogy egy művelt társadalom legyen. Tehát a művészet beletartozik ebbe a körbe. Hogyha egy színházi előadás, egy hangverseny, vagy valami művészeti előadás, tevékenység eléri azt az elébb a antik társadalomról volt szó, eléri azt a fokot, amit katarzisnak neveznek, és úgy távozik a közönség, hogy érzi, hogy valami miatt átszellemült valamivel,
gazdagodott az emberi mi volt a lelki élete, vagy ahogy akarja, úgy nevezheti ezt, akkor az már lehet egy veszélyes fegyver mindenféle szempontból. Most kinek az érdeke ez? Akkor érdeke, hogyha ott olyan vezetők vannak, akik benne volnának ebbe a kategóriába. Tehát ez egy kulturpolitikai kérdés is határozottan. Igen. Ön például nem került a hatalom környezetébe, a politika környékére, hogy befolyásolja ezeket a folyamatokat? Hogy nagyobb hatással, nagyobb befolyással legyen? Mert hogy nyilván az, hogy intézményvezető volt, az is egy fajta befolyás, de amikor központi politikai szinten, kulturpolitikai szinten egy művészember jelen van, akkor biztos, hogy nagyobb az impaktja a társadalomra. Önnek nem volt erre lehetőség? Igen, csak ez vegye hozzá, hogy tudja, mi az osztályharc. Emlékszik erre, hogy mi volt? Igen. Tehát én abban azzal a származással, ami ugye beléptem ebbe a világba, 61-ben jöttem Marosvásárhelyre, illetve vissza akkor a tanulmányaim után. Hát nagyon gyakran álltam sakba emiatt, és hogy is mondjam, az a hatás, amit gyakorolni tudtam volna, azt elősen beárnyékolta azt, hogy az ember egy kicsit úgy érezte, hogy figyelik, és nem a legjobb indulattal. Bocsásson meg. És igen. A 90-es változás utáni időszakra gondolok. Ja, értem, igen. Igen. Hát amennyit tudtam, azt megtettem, de akkor már elég késő volt, mert ez úgy nézett ki a 90-ben, hogy az utolsó két évben fölém neveztek ki egy olyan vezetőséget, amelyiknek az egyik központi kérdése volt, hogy valahogy szabaduljanak meg tőle. És sok időt töltöttek arra, azzal, hogy ezt valahogy kiókumlálják. Megróvást kaptam például egy olyan Brahms darabért, amelyiknek egy vokálszimfonikus, tehát kórus is volt benne, és németül folyt, és én nem lett Gott, ugye az Isten nevét a végig kiejtették, és akkor ez már elég volt egy indoknak. És úgy éreztem már 88-ban, hogy ha ott maradok, akkor óhatatlanul bepiszkítom magam. Nem voltam pártag sem. És olyan, hogy is mondjam, fenyegető üzeneteket kaptam vezetőktől ott a szomszédházból is, meg más kulturális főnököktől, hogy éreztem, hogy valahogy ezt így nem tudom tovább csinálni. És akkor átmentem a Báb Színházhoz, ott befogadtak, és ott vagy másfél évig arany életem volt, mert abból éltem, amit komponáltam. Ezen kívül a zeneszerzés meg egy intézményvezetés mind a kettő egy-egy embert kíván külön. És akkor én csak egy ember voltam, és nagyon feszült volt ez a dolog. Tehát az a fajta felelősségérzet, ami bennem volt, az csak korlátolt körülmények között érvényesíthette azt, amit szerettem volna. És hogy mondjam, a zene az egy komoly eszköz, mozgósító eszköz, szellemi ráhatást is elérhet, sok mindent. Lehet, hogy egy nagyon, mit tudom én, dühös ember, aki valamiért dühös politikai, vagy társadalmi, vagy nemzeti, vagy mit tudom, ilyen érzületektől fűtve, az egy nagy zeneművet, hogyha odaadásra hallgat végig, biztosan nem úgy fog kijönni, mint ahogy bement. Tehát erre ez jó. De hát nagyon kellett az intézményre figyelni, és nagyon kellett arra vigyázni, hogy ott efféle problémák például ne alakulhassanak ki, akkor, amikor vezetői szerepbe jutottam, de hát ez összesen csak
7 év volt, vagy 7-8 év. De egy picit visszatérnék erre a kérdésre, tehát, hogy nem véletlenül mondtam, hogy a 90-es éveket követően került-e olyan helyzetbe, akár politikailag, hogy vezető funkcióba kerüljön, akár politikai szinten, hogy meghatározza egy városnak, egy közösségnek a kulturális művészeti életét. Az, hogy 89 előtt erre nem volt lehetőség, mert egy totalitarista társadalomban éltünk, az egyértelmű. De hogy 90 után se kerüljenek művészek ilyen kulcspozíciókba, azt ön minek tulajdonítja? Tehát, hogy tulajdonképpen a szabadság az, ami ránk szakadt, az tulajdonképpen nem is az a szabadság? De kommentálnom kell azt, hogy előtte nem volt lehetőség. Ki lehetett okumlálni azt a lehetőséget, például olyan műveket tenni látványosan rendszerhű művek mellé, hogy az nem vevődött észre, és mégis elhangzott. Nagyon sok olyan lehetőség volt még, hát aztán felrobbant az egyik lehetőség, amit a Bábszínháznál csináltunk, biztos hallott arról a Fábule című darabról, aztán ottan felrobbant, de előtte is nagyon sok mindent lehetett csinálni, olyan művészeket meghívni, akik nem voltak a rendszer kegyeltjei. Például sikerült Erich Bergelt, a kolozsvári karmestert, akit mondva csinált ürüggyel bezártak, és elvették a kezéből, kivették a pálcát, és trombitásként engedte az életét Kolozsváron. Egy adott pillanatban, amikor lehetőség kínálkozott erre, és nem engedték a nevét se kiírni, akkor itt valahogy kibulisztuk, ahogy szokták mondani, ez, hogy eljött, és kiírtuk a nevét, és nem lett semmi baj, és innen aztán oldódott a szituáció. Tehát csak lehetett azért valamit csinálni, és ez állandó kérdése volt az embernek, hogy mit tehet pont ebben a helyzetben, amit itt leírt az diktatúra hangulatában, mégiscsak sok mindent lehetett. Gondoljon az írókra, vagy gondoljon azokra, akiknek mégis sikerült ez. A zenei eszközök korlátoltak, de mégiscsak valami volt. És ez ma hogy néz ki? És utána, az kérdésére visszatérve, meghalt egy idős barátom, nálam is sokkal idősebb volt, egy lelkipásztor, Varga Lászlónak hívták, lehet ismert. Ez elmondta azt, hogy milyen egy bolha cirkusz. A bolha cirkusz olyan, hogy van egy ilyen üveg kalitka, a teteje be van fedve, mit tudom én, 20 centivel az aljától, és a bolha, amikor ugrik, mindig beleveri a fejét, visszaesik, és megszokja azt, hogy ott van egy tető. Amikor levették a tetőt 90-ben, akkor a bolhák továbbra sem mertek ugrani, azért mert azokat az embereket, akiket úgy neveltek, hogy nem tudják, mi a szabadság, egyszerűen nem tudják, hogy az mi. Azok nem is lehetett elvárni, hogy azonnal váltsanak. De a művésztársadalomról, akikben benne élt ez a rezisztens tudat, azoktól el lehetett volna várni. Írótársadalomban, stb. Kevés remek mű jött ki, ami ott bennlapult a fiókokba, csak azért nem érvényesült, mert a diktatúra nem engedte. Persze, hogy voltak, és persze, hogy vannak. De eltelt 30 év az. De az nem olyan robbanás volt, és nem olyan intellektuális, nem olyan művészeti robbanás volt, mint az ember azt mondja, na most aztán lehet, és akkor csak nagyon lassan vették észre a bolhák, hogy nincs már az üvegfedő ott a fejük felett. De eltelt azóta 30 év. Nem elég ez a kollektív tudatunkban, hogy megváltozzanak dolgok, vagy szükséges az a 40 év, ugye, a szentírási 40 évre van szükség, hogy egy generáció elmenjen, és majd a következő tapasztalja meg a szabadságnak az ízét? Konkrétan rákérdezett arról, hogy volt erre lehetősége. 8 évig a városi tanácsba választottak be. Persze, hogy azt gondoltam, hogy na mostan milyen jó lesz azért, mert végre a város lesz a központi téma,
hogy milyenek az utak, hogy a világítás, hogy a közlekedés, a épületek, stb. Hát nem erről volt szó. Nem erről. A városi tanács ugye majdnem fele-fele nemzetiségi szempontból. Mind a két fele gyanakodva nézte a másikat, bármilyen épkézláb dolgot próbált érvényre juttatni, és hogy mi is lehet a hátsó gondolata, és ezért nagyon bénán működött ez az egész história. A művelődésnek, mondjuk a zenének az egy nagy lehetőség volt, az végül is az emberek 30 év alatt megszokták, de az, hogy például az egyházzenét nem volt szabad játszani, hogy például annak idején a Jáltai Egyezmény, nem tudom, 30 évre vagy 40-re mennyire biztosította azt, hogy a szocialista államoknak nem kell jogdíjat fizetni semmiért, bármit lejátszhattunk a 20. század bármilyen, amiért most a nagy pénzeket kéne már fizetni, mert lejárt az a dolog. Tehát ez a két, és sőt, a harmadik, ugye a kötelező programmálásoknak és a kötelező műsorpolitikának a nyomasztó ereje az megszűnt. Ezek mind nagy lehetőségek, és ezek meg is születtek, és csináltunk egyházzenét, és csináltunk 20. illetve amíg lehetett még a 20. század zenéjét. Olyasmit engedtünk meg magunknak, amit azelőtt egyáltalán nem lehetett. Kiástuk a marosvásárhelyi nagy elődöknek a művészetét. A 1860-tól kezdve az ismeretlenség homályába taszított régi nagy muzsikusokat kihoztuk, fénybe állítottuk őket, műveiket eljátszottuk, sok mindent megcsináltunk. De hát ezek eltörpülnek mondjuk ennek amit globalizmusnak nevezett, annak a dübörgése mellett, és az a kevés, amit lehetett csinálni, azt megtettük. Értem, akkor így most nagyon pragmatikus leszek, és még bizonyítom az ördög ügyvédje is, hogy alapvetően egy társadalomnak a higiéniáját tulajdonképpen nem a művészet határozza meg? Tehát mondjuk a zenesze, a hangokba zárt univerzum, vagy akár a szavak, ugye a zeneszerzés, vagy a szavakba zárt univerzum, a költészet. Tehát, hogy az kevesebb impakttal van, és kevesebb hatással van a társadalomban, sokkal inkább van a pénz, a gazdasági érdek, a politikum, a globalizmus. Ez egy vesztett csata? Ismeri József Attilának azt a sorát, hogy szabadság teszülj nekem rendet. Na most a rend ebből a szempontból, ahogy ezt a kérdést föltette, az, hogy vannak nem tilalomfák, hanem morális, etikai, viselkedési, ne nevezzük ezeket korlátnak, de valamihez tartja magát az ember. Egy hívő ember például tartja magát az, hogy Istennek tetsző életet éljen, és akkor úgy. Egy tanár például tartja magát ahhoz a morális magatartáshoz, amit ez a minőség megkövetel tőle. És mindegyik ilyen foglalkozásnak megvan az az etikája, vagy az a kerete, ami eltűnt egyszerűen. Azért, mert mindegyik valahol feloldódott. Hogy oldódott fel? Hát volt egy jó kifejezés, tehát románok kell, elő kell szedjem ezt így az emlékezetemből, hogy ugye hát van a sikkasztás, a delapidare, aztán van a lopás, a furtó. Aztán, ez sok fokozata van, és a végén, hogy eltűnik valami, egy pénz például, egy banki átutalásnál, vagy egy befektetésnél, vagy nem tudom, egyszerűen nincs meg, és nem lehet tudni hozzá, és azt úgy mondják, hogy szá szubtilizát. Uh-huh. Tudja.
És ezek a fogalmak, hogy tartsa magát valahogy, egy fiatal generáció, bármi ez, legyen az etika, legyen vallás, legyen valami, ami meghatározza a viselkedését, és felelősséget érez amiatt, és az iránt, ami őt vezeti, ami meggyőződése, ezt nem nagyon látom. Van ilyen. Ön sodort a következő kérdésem felé, és azért hálás is vagyok, hogy van az a jelenség, amit cancel culture-nek hívunk ma. Mit gondol, hogy mennyire korrekt dolog ez? Tehát, hogy manapság nagyon jelentős zeneszerzőket, alkotókat egyik napról a másikra el lehet felejteni, szobrokat döntögetünk, átírunk klasszikus regényeket, nem tudom, hogy van-e arra példa, hogy klasszikus zeneműveket átírunk. Mindezt annak a nevében, hogy bizonyos régmúlt bűnöket megtorolandó, így kell eljárni. Mennyiben van ez rendben? Egyáltalán ez az egész cancel culture jelenség mennyiben legitim ma, 2023-ban? Hát a politika felé sodor engem mostan. Ugye nyilvánvaló, ilyenkor a legjobb megnézni azt a bizonyos, annak a római mondásnak a szellemében, hogy ez kinek használ. Tudja, cui prodest, és hogyha egy olyan társadalmat sikerül kialakítani, amely teljesen amorf lesz, nem lesznek támpontjai, az elébb beszéltünk ezekről a támpontokról, nem tartja magát semmihez, nincs, hogy is mondjam, egy olyan mankó, amire támaszkodhat akkor, amikor bizonytalanságba kerül, és hozzáfordul ahhoz az eszméhez, vagy ideához, vagy bármihez. Ha ezt sikerül kinevelni, akkor ez egy olyan manipulálható társadalom lesz, amit bármikor, bármire rá lehet venni, ki lehet használni. És ha ez a cél, már pedig a kérdéséből ezt sugárzott, akkor a művészetnek, hogy is mondjam, az úgy fog járni, mint ahogy járt ez az irányított művészet, ugye itt a 90 előtti, hogy ez szabad, azt nem szabad. Egy darabig Bartókot például két fele osztották, voltak a nagyon dekadens és elvetendő, csodálatos mandarin. Mi az, hogy feltámad, és ottan egy ilyen, vagy kékszakálú herceg vár, na hát, borzasztó, mi az a szimbolikus ajtók ottan, a nőkkel, az egész história, és minden. Ezt nem. Hát igen, az a zongora verseny, az népi ihletésű, és jó, az jöhet. És az, tehát vette magát a bátorságot egy ilyen ideológus, akár egy városba, akár egy országba, és azt mondja, hogy ez jó innen, és a másik nem jó, de hát a színházban is ez volt, ez történt. Még Karadzsiálét is megnyírválták, ugye akkor, amikor már nagyon áthallásos kezdett lenni, és nagyon hasonlított a elveszett levélre, nem tudom mi, ahhoz a helyzethez, ami valóban létezett, ugye. Ez így ijesztő, hogy ezek a reflexek átszivárognak a kvázi szabad világba, nem? De hát ez már nem szabad világ így. Ezt nem mondhatnám azt. Igen, akkor ezt időzőjelbe kell tenni. Azért, mert politikai irányzat, azt mondja az egyik politikai irányzat, hogy a tolerancia az egy nagy erény. És ennek a nevében óriási jelenetek vannak, hogyha nem azt mondod, amit én, akkor te senki vagy. Ezt nevezik ők toleranciának például. Tehát a saját ideológiájukon simán átlépnek. Tehát ők sem tartják magukat semmiféle ideológiához. Tehát nincs támaszpont, nincs valamihez való igazodás, és akkor egy olyan képlékeny társadalom jön létre, amit remekül lehet aztán manipulálni, kihasználni,
bármit. És ezért kérdeztem, hogy a művelt nép kinek az érdeke. Mert egy művelt népet nem lehet úgy manipulálni. Nem lehet elvenni tőle a támpontokat, mert akárhol találnak, művészetben, tudományban, bárhol találnak támpontokat, és azt a kezükből kicsavarni már nagyon nehéz, hogyha egyszer benne van. Most lassan a beszélgetés végén járunk, de hogy itt van ennek a kérdésnek, amit mindenképpen nem szeretnék kihagyni, egy másik szemszöge is. Az pedig az alkotás és erkölcs viszonya. Mert ugye itt arról beszéltünk, hogy alkotás és ideológia, milyen módon befolyásolják ezeket az alapvető alkotásokat, de hogy arról mit gondol, hogy bizonyos alkotók, akik amúgy remek alkotásokat hoznak létre, magánemberként, erkölcsileg, morális imperatívusként mindenképpen megbuknak. Hogy látja ezt a kérdéskört? Hogy mennyiben éli túl az alkotás az alkotót, aki egyébként ismétlen morálisan nem biztos, hogy olyan ember volt, akinek örülnénk? Vagy mi az, ami igazából hangsúlyosabb egy ember életében, egy művész esetében? A személyes példamutatása, vagy pedig a művei? Igen. Hát ez egy olyan paletta, amit hogyha odaállít, akkor rengeteg kérdést vet fel. Akárhol. Akkor leegyszerűsíteném. Együtt jár a tehetséggel az erkölcs, az erkölcsösség, a példamutató élet. Viorra gondol? Nem föltétlenül, Mozartra gondoltam. Mozartra gondol. Vion könnyebb lett volna, arra válaszolni. Mozarttól az számomra érthetetlen egyébként, egy nagyon olyan kategória, amiben felső beavatkozásokat érzek. Már nem földiekre gondoltam. Az, hogy az ő levelei például, és a társadalmi helyzete, és az állandó nyüzsgés, amivel mecénásokat keresett, megélhetést tulajdonképpen, ez teljes ellentétben van azzal, amit ír. Még a kortársai, akik nagyra becsülték, még ők is szemrehányják ezt meg azt meg amazt neki. Hogy milyen helyzetbe kerülnek emberek, nyilvánvaló történelmi millió, azt nagyon befolyásolja. Nem tudnám például Haydn-t elítélni azért, mert vállalta az Eszterházi kastélyba azt a kiszolgáltatott szerepet, inasok között evett, stb. Amit rám értek, hát miért nem lázott fel, miért nem csinált. Nem viselkedett úgy, mint Beethoven, aki állítólag Goethével sétáltak, most már nem tudom melyik városba, és jött egy választó fejedelem, és Goethe nagy kalapleves, nagy reverenciával, és Beethoven pedig így elment mellette, és akkor kérdezte, tehát nem láttad, hogy ki volt ez, hogy viselkedsz? Te ez az arisztokrácia magas. Én csak szellemi arisztokráciát ismerek, mondta. Ez embere válogatja, és természete válogatja. A műalkotás az tehetség dolga is. A tehetség dolga az nem mindig esik egybe a morális profillal. Rendszerint egybe esik, de nem mindig. El kell ítélnem egy valakit, aki például a mi helyzetünkben vállalt egy olyan szerepet, ami egy undok história, és jelentéseket írt egy kollégájáról, vagy akárkiről. Hát persze, hogy el kell ítéljen, de a művei túlélik. Nyilván nem mindegy az, hogy mennyit ártott, és mit csinált, és hogy viselkedett, és utólag vállalta-e a felelősséget, vagy nem.
De ez olyan sokféle ez a dolog, hogy vissza kell térjek ahhoz, hogy muszáj lebontani, és nem kollektivitévetet mondani, mindenkit meg kell mérni ott, ahol egyáltalán jogosak vagyunk, tehát fel vagyunk-e ruházva azzal a tudással és beleérzéssel, hogy ítéletet mondjunk, vagy egyáltalán véleményt. Az idő majd eldönti. Mi teszi önt igazán boldoggá? Hát tudja, ez a legbanálisabb dolgoktól a magasokig. Ha például egy nagyobb méretű pisztrángot tudok megfogni, az már egy nagy öröm. Horgászik? Hogyne, igen. Már horgáztam, most már nem nagyon tudok futkosni a hegyi patakok mellett. Hogyha elismerést kapok egy-egy darabon, miért olyanoktól, akiknek adok nagyon a véleményére. Az határozottan úgy érzem, hogy nagyon örömmel tölt el. Kocsis Zoltán azt mondta nekem egyszer, hogy még kérdeztem, hogy mégis mondjad, hogy ledirigált az egyik darabomat. Hát már igazán adtam az ő véleményére, egy zseniális ember volt. Kérdeztem, hogy hát mondja, hát dirigáltad, és a többi, hát mondja róla azért. Ő nem igen dicsért. Azt mondta nekem, hogy hát nézd, hogyha én ellenérzés nélkül le tudok vezényelni egy darabot, és nem érzem, hogy ottan nekem az nem kell, az például ez a darab volt. Ennyi volt a dicséret. De hát nyilvánvalóan ez sokat ért. Az, hogyha látom a gyerekeimet, hogy itt ülnek, itt maradtak, mindegyiknek megvan az erkölcsi tartása, megvan a mestersége, megáll a lábán. Az ő családjukban is olyasmit látok, ami megfelel annak, amit el tudok képzelni egy fiatal generációnál. Már úgy értem, vő és menny, vagy hogy nevezik ezt, ugye, az is rendben volna. Ez is egy nagyon jó érzés. És ha látok például olyan politikust, akiről látom azt, hogy nem csak az érdekli, hogy a zsebét megtömje, hanem foglalkoztatja az a dolog, amiért oda tették, és amiért hisznek benne, az is egy jó érzés. Ha valaki úgy játszik el egy általam nagyon nagyra becsülő zeneművet, hogy az üzenetét maradéktalanul ki tudja vetíteni nekem, nagyszerű. Ha egy színész rávilágít olyan összefüggésekre egy versben, amit elmondom, amit eddig nem éreztem, és a felfedezésnek az öröme az, erősen hat rám, az is egy nagy érzés, és még sok mindent tudnék mondani. Igen, ez mindenképpen, én például meghallgattam a Szabó Erzsi balladáját, önnek egyik kórusművét, és az a megrendítő belső feszültség, vihar, dramaturgia, ami ott le van írva, és amit majd ezek a csodálatos női hangok belefoglaltak az előadásba, az nem csak, hogy boldoggá teszik az embert, hanem valahogy megtapasztalják az életnek a katarzisát is. Hát a Szabó Erzsi ballada, ez a feleségemnek a kedvenc darabja. Elég nyomasztó história, de úgy is mondjam, amikor az a kórus, amelyik vállalkozott ennek az előadására, hát úgy történt, hogy a karmester, mikor kérdeztem tőle, a felkérésre, hogy hát mégis meddig nyújtózkodhatom, mennyit technikailag, ambitus meg egyéb szempontból, csak bármit leírhat, kérem, bármit leír. Na aztán egyéb se kellett, ugye, és akkor nem éreztem vokális technikai korlátokat a hátam, meg így könnyebb volt megragadni annak a traikus balladának a hangulatát is. De az egy nehéz darab.
Ezt én, mint laikus is nehéz úgy hallottam, hogy ez egy nehéz darab. Nehéz darab, igen. A zenei nyelvnek a kérdése az egy külön beszélgetést érdemelne, mert ugye hát a klasszikusok, romantikusok korában mindenki tudta, hogy az az akkord az mire való, mindenki tudta, hogy az a forma, zenei forma, hogy változhat, vagy úgy kell maradjon, vagy meddig lehet belőle kilógni. Mindenki tudta, a zenei eszközöket mindenki tudta. Ma meg kell teremteni az eszközt is, ahhoz, hogy valamit az ember le tudjon írni. Tehát az eszközök nem állnak rendelkezésre úgy. Gondoljon arra, az előbb Mozartot említette, hogy hány nagyon jó zeneszerző élt mellette. Hummel, Moffat, sorolhatnék ismeretlen nevek. Pontosan úgy tudtak mindent. A zenei eszközök birtokában voltak, csak nem volt szerencséjük azért, mert volt egy Mozart is, ugye. Tehát, hogyha az öröm, ugye, amiről beszélt, hogyha úgy hallok végig egy darabot, hogy lehet, hogy még jobb, mint ahogy elképzeltem, akkor ez egy nagy öröm. Köszönöm szépen a beszélgetést. Örültem, itt voltam.